Nagyon nagy tisztelettel köszöntök mindenkit a mai Zalaszentgótváros önkormányzati ülésére. Mindenki készhez kaphatta a napirendi pontokat, de mielőtt rátérnénk a napirendi pontokra, megállapítom, hogy a 9 képviselőtestületi tagból 8-an részt vesznek az ülésen, tehát ülésünk határozatképes. Vári Mária képviselőasszony előzetesen jelezte távollétét. Mindenki olvashatta a napirendi javaslatot, valakinek kiegészíteni valója napirendi javaslatoknál nem látok jelentkezőt, hogy kérem, hogy aki a napirendi javaslattal egyetért, az szavazzon. Köszönöm szépen, 8 igennel, nem is tartózkodás nélkül egyhangúan elfogadtuk, és jelezném, hogy nem szól tagunk, majd a későbbiek folyamán talán fog szólni. Első napi rendi pontunk, Zalaszentgótváros önkormányzatának képviselőtestületének lejárt határidejű határozatok végrehajtására szóló előterjesztése. Láthatják a lejárt határidejű határozatokat is. Kettő lenne, amiről szavazni kellene. Valakinek kérdése, észrevétele? Parancsoljon, Veres képviselő úr. Köszönöm szó, polgármester úr. Kérdésem az lenne itt az első lejárt napirendi pontok között. A Csáford utca 2 szám alatt található ingatlan, ugye, hogy ez értékesítésre kerül. Ez az ott, ahogyan megyünk be Csáfordra. Szükséglakás, igen. Igen, ami tulajdonképpen árverésre kerülne? Ez már került. Került. Tehát akkor már megvan a vevő, és akkor értékesítjük. Nem, mert itt nem? Van... Ahogy olvassa itt az alján, az a dölt betűkre, a pályázati eljárás lefolytatásra igen. került, a pályázatra nem érkezett pályázati anyag, a megadott határidőn belül. Tehát akkor eredménytelen. És akkor még egyszer meg fogjuk ezt hirdetni? Erről majd dönteni fogunk. Jó, köszönöm. Parancsolja valakinek kérdése, észrevétele még. Amennyiben nincsen, nem látok több jelentkezőt, akkor itt meg kell szavaztatni ennek a 27/2016-os határozatnak a módosítását kell megszavazni. Kérem szépen, hogy szavazzunk róla. Köszönöm szépen, 8 igennel és tartózkodás nélkül egyhangulag elfogadtuk, valamint az utána következőben a 148/2015-ös, itt egy adásvétellel kapcsolatos. Köszönöm szépen, 8 igennel, nem is tartózkodás nélkül egyhangulag elfogadtuk. Kettes számú napirendi pont, közterületek használatáról szóló 8/2014-es önkormányzati rendelet módosítása. Itt ezt a bizottsági ülésen tárgyalták a pénzügyi és ügyrendi bizottság elfogadásra javasolta, valamint a gazdasági és városfejlesztési bizottság is. Itt jött egy levél, hogy a Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit ZRT filmforgatási helyszínek irodája látja el a filmforgatásokkal kapcsolatos közterületfoglalásokat, és ennek van egy melléklete, tehát ez alapján egészítettük ki, módosítottuk a mi rendeletünket, semmi olyan lényegbeváró nagy döntés, nincsen belőle egy módosítás. Mondom, két bizottság egyhangulag elfogadta. Nem látok jelentkezőt. Kérem, hogy szavazzunk az önkormányzati rendelet módosításáról. Köszönöm szépen, 8 igennel, nem is tartózkodás nélkül egyhangulag elfogadtunk. Hármas számú napirendi pont, a vásárokról és a piacokról szóló 13/195-ös számú rendelet módosítása. Nagyon jó olvasni benne, hogy az a munka, amit jó pár évvel ezelőtt elkezdtük a pontosítani és tervszerűen kiadni az elárusító helyeket, esetenként olcsóbban, mint régebben volt, mégis sokkal több bevételt produkáltunk belőle, hogy ez beérett, és ugye elkezdődött itt a bolha használt cikk piac is, az úgynevezett bolha piac. Én nagyon örülök neki, hogy ez is Zalaszentgróton megvalósult, és bízunk benne, hogy ez is egy ilyen nagyobb lesz, és mindenki megtalálja magának egyrészt amit keres ott, másrészt a számításait megtalálják mind a két oldalról, hiszen vannak ezeknek a bolha piacoknak egy hangulata,
amit jó lenne az Alaszengróton is megvalósulna. Valakinek kérdése, észrevétele? Parancsoljon, Gerencsé képviselő úr. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Csak egy kérdés, de biztos, hogy jól van. Annak idején mi Kisszengróton elkezdtük mi is a piacot építeni, szervezni, sajnos nem sikerült, és ez valamilyen szinten egy kudarc volt. Most én úgy tudom, hogy akkor megkértük az engedélyt, de akkor még itt bent volt a piacnak a lehetősége, és akkor derült ki, amikor ezt mi elindítottuk, hogy ehhez engedély kell. És én nem emlékszem, hogy az a mostani piacra megvan az engedély, tehát azokra, igen, a mostani helyén, mert akkor együtt a Kisszengrótival kértük meg az itteni benti piacot, tehát ezek rendben vannak, ugye? Igen. Jó, köszönöm szépen. Igen, jegyződöm. Azt mondta. Rendelet módosítását nem látok több hozzászólót. Kérem, szavazzunk róla. Köszönöm szépen, 8 igennel nem is tartózkodás nélkül egyhangon elfogadtuk. 4-1 számú napirendi pont, Zalaszengrót város önkormányzat a helyi építési szabályzatának tervezett módosítása. Olvashatták az előterjesztést, a Gazdaság és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta, és elfogadásra javasolta. Nyilván ezt az tervezett módosítás nagyon sok szakigazgatási szervhez el kell küldeni, és őnekik is beleegyezéséről kell biztosítani minket. Itt lehet olvasni, hogy kiknek küldtük el ezeket a terveket véleményezésre. Valakinek kérdés észrevétele, bizottság ülésen kitárgyalta, bizottság. Amennyiben nincsen, hogy kérem, szavazzunk határozati javaslatról. Köszönöm szépen, 8 igennel nem is tartózkodás nélkül egyhangulag elfogadtuk. 5-ös számú napirendi pontunk, Szengróti Víz és Fürdő Kft. Beszámolója 2016 éves működésről. Tudni kell azt, hogy ugye 2016-ban a Szengróti Víz és Fürdő Kft. Alvállalkozóként dolgozott egy vállalkozás mellett, hiszen a tavalyi évben kiadtuk a fürdőt üzemeltetésre, és ebben a napirendi pontban szerepel egyébként az egyes számú mellékletben a közbeszerzési eljárás belső felelősségi rendje, hiszen azt szeretnénk, hogy egy közbeszerzési eljáráson belül üzemeltetésre kiadni a fürdőt. Ebben a napirendi pontban szerepel az éves tapasztalatok és a maga a beszámolója és a Fürdő Kft. Részéről. A Gazdaság és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja, és előzetesen a Szengróti Víz és Fürdő Kft. Felügyelő Bizottsága is megtárgyalta, és ők is elfogadásra javasolják. Kérem, és a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság is megtárgyalta, ők is elfogadásra javasolták. Kérem akkor a képviselőket. Takács Tibor elnök úr, parancsoljon. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Az előterjesztést a Gazdasági Városfejlesztési és a Pénzügyi Bizottság közös ülésen tárgyalta meg. Megkaphattuk a fürdővezető beszámolóját. Ez az egyik része az előterjesztésnek, amit egyértelműen elfogadásra javasoltunk, ugyanúgy, ahogy ezt a javaslatot tette a felügyelőbizottság is. A számokat átböngészve nem volt egyszerű, nagy adathalmazt kellett kigobozni. Azt láthatjuk, én azt érzem, hogy ezzel a bérleti konstrukcióval, amit az idei évben véghez vitt a város, lényegében az sem mondható, hogy érdemben jobban jártunk, az sem, hogy érdemben rosszabbul jártunk. Én azt látom, hogy körülbelül ugyanannyiba került nekünk ez a fürdőüzemeltetés, mint a korábbi években. Lehet arról az oldalról nézni, hogy igen, a város áldoz annyit, hogy az alaszengrótiaknak, környékbelieknek legyen egy helyi fürdője, amit igénybe tudnak venni, ha csak időszakosan is. Lehet onnan is nézni, hogy ismét körülbelül arányosítva majd a költségeket hasonló pénzmennyiségbe, hasonló áldozatba került a városnak a fürdő működtetése, mint a korábbi években. Azt gondolom, hogy a jövő év talán egy kicsit könnyebb lesz, ahogy láthattuk a korábban felvett büfék visszavásárlására felvett svájci frank hitel kifut a jövő évben.
ez a teher nem nyomja majd a vállunkat. Mindezek mellett is azért fent kell tartanunk majd ezt a fürdőt, biztos, hogy pénzbe fog kerülni a város részére. Én azt gondolom, hogy kisebb pup lesz talán a hátunkon, ha ezt nem mi üzemeltetjük. Meg kellene próbálnunk kiadni hosszabb távra is, ezt is tartalmazza az előterjesztés. Természetesen, ha hosszabb távról beszélünk, akkor csak közbeszerzéssel és azt megfelelően kiírva, megfelelő biztosítékokat ismét kérve szabad kiadnunk, nehogy bármilyen tartozást itt hagyjanak nekünk, megégessük magunkat, mint ahogy sajnos erre is volt már a fürdő életében példa. De egy megalapozott, minden eshetőségre kiterjedt közbeszerzéssel úgy gondolom, hogy könnyíthetjük a fürdő terhét a vállunkon. Persze a legszebb az lenne, ha találnánk olyan befektetőt, aki elvinni ezt a fürdőt, és nagyobb volumenű fejlesztésekbe is belekezdhetne, mint amit a város megengedhet magának. Köszönöm szépen ennyit. Köszönöm szépen. Beres képviselő, parancsoljon. Köszönöm a szót, polgármester úr. Abszolút egyetértek Takács Tibor képviselőtársammal abban, hogy egy óriási nagy gonddal állunk szembe. Ugye minden évben előjön a fürdőnek a kérdése, illetve az, hogy a város üzemeltesse, vagy adjuk ki valakinek bérbe. Én nem tudtam megszavazni a múltkori határozati javaslatot, amikor bérletről volt szó, pont amiatt, mert hogy magában a szerződésben, hogy a pénzügyi biztosíték résznél az önkormányzat az üzemeltető részére a termálfürdő működtetéséért nettó 825 ezer forint per hó plusz áfa, mindösszesen 1.047.750 forint, azaz forint üzemeltetési díjat köteles fizetni. Ezt nem tudtam értelmezni, tehát kiadunk valakinek bérbe egy tulajdonokban lévő ingatlant, illetve egy fürdőt, akkor az üzemeltetési díj az miért? Tehát általában, hogyha valaki bérbe vesz egy üzletet, akkor kifizeti a bérleti díjat, és a többi kockázati része azt őt terheli. Tehát igazából azokkal a pénzekkel, amivel itt gazdálkodtunk, ja, és közben ugye a bérleti díj összege bruttó 381 ezer forint per hó, tehát 2,5-szeres pénzt fizettünk ki a bérlőnek azért, hogy működtesse, üzemeltesse. Ezt nem tudtam értelmezni, lehet, hogy rosszul vagyok összerakva, biztos. A másik dolog, hogy a Horváth Zoltán úrnak a beszámolójánál azzal is szembesülhetünk, hogy a Coca-Cola-nak a plusz víz kiviteli engedélyével, ugye a plusz hőszivattyú, az költségmegtakarítás jelentett most a bérlő számára közel 5,5 millió forintot. Tehát ez a pénz, ez nálunk is maradhatott volna itt a évközben. Tehát ezekkel is kéne számolni. Mellette ugye arról is szó volt a beszámolóban, hogy a marketing tevékenység az mennyire jó volt a bérlő részéről, viszont a látogatók számát tekintve ez nem jött le, holott nagyon jó volt az idő, tehát hétvégekre esett a általában napos jó idő, tehát látogatott volt a fürdő, és mégis kevesebb volt a vendég, mint tavaly évben. Úgyhogy én a határozati javaslatban lévő pontok közül az elsőt azt el tudom fogadni, mert az tényekre alapul, viszont a másodikat, hogy ezt 10 évre adjuk ki valakinek hasonló feltételekkel, ezt nem tudom támogatni. Köszönöm. Köszönöm szépen a hozzászólását. Ugye a második napi rendi pont nem arról szól, hogy 10 évre kiadjuk valakinek hasonló feltételekkel, hanem a második napirendi pont arról szól, hogy 10 éves üzemeltetések közbeszerzési eljárást indít. Tehát elég nagy baj lenne, hogyha már tudjuk, hogy a közbeszerzésnek mi lesz a végeredménye, hogy hasonló feltételeknek vagy nem hasonló feltételek. Zalszegrótó, hála Isten, ez nem volt jellemző. Tehát a közbeszerzési eljárás pont arról szól, hogy a legkedvezőbb ajánlatot, ha szeretné az önkormányzat, akkor elfogadja. Ha nem szeretné, nem fogadja. De ha nem indítunk közbeszerzési eljárást, akkor nem tudjuk, hogy milyen kedvező, vagy
vagy esetleg kedvezőtlen feltételeket biztosítanak. Pont azért akarjuk kiadni ezt az egészet, hogy nézzük meg, hogy jelentkezzenek rá, hogy milyen kondíciókkal lehet egyáltalán kiadni ezt az egészet. Ez az első év, hiszen a képviselőtestület megszavazta, ez egy próbaüzem volt erre az üzemeltetésre. Amiket elmondott, hogy ugye üzemeltetésre adtunk ki pénzt, közben bérleti szerződést bevettünk, beszettünk, hát ugye nyilván az, hogy üzemeltetés, hogy üzemelteti a mi vagyonunkat, azt, ami nekünk egyébként tavalyi évben 18 millió forintunkba került, tehát ugye abból levesszük a svájci frank alapot, körülbelül akkor mint a 8 millió forintunkba került, ugye ezt akartuk, hogy ezt üzemeltettük, ez ennyibe került, tehát ők is ennyiért vállalták az üzemeltetést. Tehát ezért van, tehát vannak olyan dolgok, például egy iskola se lesz soha se rentábilis, nyilván azt szeretnénk, hogy a fürdőnk az legyen. Tehát ez az üzemeltetési közbeszerzési eljárás, ez azt jelenteni, hogy megoldjuk, megnézzük, hogy hogyan tudnák megoldani. Ellenkező esetben ugye a Szentgróti Víz és Fürdő Kft., vagy az önkormányzat, vagy valaki, vagy a GESZ, vagy valaki, vagy bármelyik intézményük, akinek van engedélyére, üzemeltetheti ezt a fürdőt. Most azt kell eldönteni, hogy mi jobban tudjuk üzemeltetni, rentábilisan, ugyanazt a szolgáltatást jobban meg tudjuk csinálni, avagy sem. Véleményem szerint egy vállalkozó jobban tud üzemeltetni egy dolgot, hiszen van egy vállalkozói szemlélete, mint az önkormányzat. Csak akár az öntevékenységben. Lehet, hogy egy önkormányzat termelne bort vagy szőlőt, valószínűleg nem olyan eredményeket érne el, mint az adott vállalkozó, hiszen a saját felelősséget vállal, saját pénzére, saját kockázatára. Itt sajnos ez önkormányzati cégnél nincsen meg. Én azt mondom, hogy indítsuk el a közbeszerzést, nézzük meg, hiszen itt leszünk mi, itt leszünk kilencen, meg itt van az közös önkormányzati hivatal, akkor bejönnek az ajánlatok, akkor el tudjuk dönteni, hogy ez kedvező nekünk, avagy kedvezőtlen. Ha kedvező, vagy úgy látjuk, és úgy dönt a képviselőtestület többsége, hogy ez kedvező, akkor megszavaz. Ha kedvezőtlen, akkor nem szavazza meg. Tehát ez a második határozati javaslat arról szól, hogy közbeszerzési eljárást indítunk. Nem adjuk ki senkinek se, hanem csak közbeszerzési eljárást indítunk. Ez minden bizonnyal ebben az évben lepörög az egész, és január elején vagy december végén, nyilvánvalóan az ünnepekhez alkalmazkodva, eldöntik, összejövünk, és eldönti a képviselőtestület, hogy hogyan tovább. Parancsoljanak! Takács képviselő úr. Köszönöm a szót, polgármester úr. Még itt reflektálva, ugye ügyvezető úr elmondta még, hogy a látogatók elmaradásának ő több okát is látja. Egyrészt, hogy a hátsó ülőmedencét nem tudták időben megnyitni, a faszerkezet javításának elmaradása vagy késése miatt egyrészt. Ő többek között erre fogta ezt a nagyobb mennyiségű vendégelmaradást, illetve arra, hogy maga az üzemeltető is emelte a külsős jegyárakat, és emiatt valószínűleg elmaradtak. Mindemellett valószínűleg a záremelkedés kompenzálta a létszámkiesést bevételben nekik, de hát ezt ugye erre nincs pontos adatunk, hiszen ezeket nem látjuk. Én is azt gondolom, hogy két út van előttünk, vagy az egyik az, hogy vegyük vissza, és akkor a fürdő üzemeltesse a jövőben is. Hát ha, bár nem látunk a jövőben, ahogy legutóbb sem látunk a jövőben, hogy többlettermelés lesz, mondjuk a Coca-Colánál több hőt adnak, hát ha akkor bejön és nálunk marad az 5,5 millió forint, vagy a másik út, hogy kiadjuk 10 éves üzemeltetésre, bár azzal én is inkább egyetértek, hogy a vállalkozói szemléletmód kell a fürdő életébe, és reméljük, hogy jobban fogják csinálni, mint ahogy az elmúlt 16, illetve 13 évben, amióta megvan a fedett fürdő, az önkormányzat csinálta, és próbáljuk megkiadni, mi fogunk dönteni róla, ahogy mi szeretnénk. Én is úgy gondolom, hogy a közbeszerzés ben még nagy mozgásterünk van, hogy hogyan fogjuk ezt kiadni, és hogyan lesz ez jobb, mint a jelenlegi helyzet. Azt én egyáltalán nem javaslom, hogy a próbaévet ismételjük, hogy alvállalkozóként a fürdő részt vesz az üzemeltetésben, vagy ezen az úton kell járnunk, hogy maradjon a fürdő, vagy pedig tényleg akkor egy külön cég üzemeltesse önállóan. Köszönöm szépen. Köszönöm, Veres képviselő, parancsoljon. Köszönöm, polgármester úr. Én továbbra is azt javasolnám, hogy
Ugye alpolgármester úrnak volt múltkor még az a javaslata, hogy a Szentgróti Víz és Fürdő Kft. Ügyvezetőjének a bérezésével valamit csináljunk, mert az nem állapot, hogy majd hogy nem közmunkás bérezést kapott, és elég komoly feladatot kellett, illetve elég komoly intéző, illetve tevékenységet vitt véghez. A másik dolog, hogyha egy bérlővel kötünk szerződést, egy vállalkozóval, vállalkozói szemlélettel rendelkező emberrel vagy céggel kötünk szerződést, ő elsősorban a profitot fogja nézni. Tehát mindenképpen az, hogy próbálja lefelőzni a hasznot. És ugye a szerződésben az szerepel, hogy a karbantartási munkálatok, illetve költségek őt terhelik, a felújítási az viszont az önkormányzatot. Na most gépészetileg, ahogyan kinéz a fürdő, van vissza 2-3 éve, és utána teljesen leambortizálódik ez az alaszengróti termálfürdő. Tehát ebben is gondolkodni kéne, hogy én továbbra is azt javaslom, hogy keressünk egy megfelelő tőkerős vállalkozót, befektetőt, aki azt mondja, hogy ebbe lát lehetőséget ebbe a fürdőbe, addig pedig maradjon önkormányzati kézbe, és üzemeltessük mi továbbra is. Köszönöm. Köszönöm szépen. A Fürdő Kft.-nek, az ügyvezetőjének a bérezése egyébként ebben az évben megoldódott, hiszen ezt is egyébként alpolgármester úr tavaly mondta, és megoldódott, hiszen tőlünk, mint a Kft. Ügyvezetője kap egy tiszteletdíjat, és kap fizetést a cégtől, ahol dolgozik, hiszen alvállalkozásban dolgozott ott. Én még mindig azt mondom, hogy mindenképpen nézzük meg azt, tehát ezt a lehetőséget ne adjuk ki, hogy közbeszerzési eljárás, mert hogyha a Fürdő Kft.-n üzemelteti továbbra is a fürdőt, annak is megvannak ám ott az akadályai, hiszen azt tudni kell, hogy amikor elkezdődnek a felújítási munkák, akkor mi nyírjuk a füvet, mi segítünk be, tehát ez sokkal több pluszt jelent az a munka, mint ami a számukban jelentkezik, hogy tavaly mennyit adtunk hozzá. A Fürdő Kft. Megfelelően tudja működni az egész fürdőt, akkor természetesen semmi akadálya nincsen, hogy ő végezze tovább ezt a tevékenységet, csak többször beszélgettünk, úgy látjuk, hogy nem tudja. Tehát akkor tudná megoldani ezeket, ahogy ha olvasta ezt a beszámolót is az elejét, odaért a fürdő ügyvezetője, hogy ő milyen fejlesztéseket látna szívesen ebben a fürdőbe, itt akár csúszdáról van szó, akár másról, ez több 10 millió forintot tesz ki. Tehát akkor újból le kellene ülni, meg kellene beszélni, de akkor nem 15 millió forintot kell hozzátenni, hogy ugyanazon a szinten működjön, hanem véleményem szerint jóval többet. Ha pedig jóval többet teszünk hozzá, akkor meg szerintem botorság lenne kiadni azt a lehetőséget, hogy közbeszerzési eljáráson megnézzük, hogy egy vállalkozó mennyire és milyen színvonalú szolgáltatást tudna nyújtani a későbbiekben a fürdőben, azért a bérleti díjért, vagy pedig üzemeltetési díjért, és itt vannak még azért más problémák is, amik nem is problémák, akár nekünk jelentenek. Ott van a büféknek a bérleti joga, míg az ezelőtti jó pár évekkel ezelőtt versenyeztek rajta, ki csinálja a büfét, most már lasszóval kellett fogni a büfének a bérlőjét, negyed annyi áron, mint amikor versenyeztetni kellett. Tehát ezeket mind össze kellene fogni, és amit itt leírtak, hogy a marketinggel kapcsolatban, most ezt csak ezt a próbaévet nézzük, azért lehet látni azt, hogy ez a vállalkozó, aki most végezte ezt a tevékenységet, vannak más fürdői, össze lehet kapcsolni. Most például lehet látni a hirdetésekből, hogy a egerszegi fürdőben az alszengróti lakosok 35%-a olcsóbban mehetnek be, hiszen összekötött ezeket. Én mindig azt mondom, hogy ezt a kettes pontot szavazzuk, meg közbeszerzés eljárást indítsuk el, és majd a később meglátjuk, hogy milyen kondíciókkal fognak a vállalkozók jelentkezni rá, ha egyáltalán jelentkeznek, ha pedig nem jelentkeznek, vagy kedvezőtlenek a feltételek, akkor meg nekünk nincs más feladatunk, mint üzemeltetni tovább a fürdőt, és az alszengróti város pénzét beletenni az üzemeltetésbe. Nyilván ez már kevesebb lesz, mint ahogy Takács Tibor elnök úr is elmondta, hiszen a svájci frank alapú kamatot és tőketörlesztést
nem kell már fizetnünk, és még régebben mondta a Tibor is, én is jó ötletnek találom, hogy kezdjünk el egy olyan szakmai szinten mozogni, hogy nézni, hogy milyen jövője lehet a fürdőnek, ami viszont pénzbe kerül, hogy ezt az összegnek egy részét azt arra biztosítsuk majd a későbbiekben, hogy keressük azokat a lehetőséget. Valóban az lenne a legjobb, ha, és amit ön is mondott, hogy egy tőkeerős befektető érkezzen, ennek semmi problémája nincs a közbeszerzési eljárás elindításának, hiszen lehet egy olyan pont, hiszen vannak szerződések, szerződés lehet rendes és rendkívüli esetben is felmondani, bele lehet ezt építeni, abban az esetben, ha jön valaki, akkor ez is ez lesz. Ez mind rajtunk múlik képviselőken, hogy hogyan, milyen feltételrendszert teszünk be a közbeszerzési eljárásba, és megvan a lehetőségünk arra, hogy kevesebbért jobb színvonalon működtessük a fürdőt, ha meg nem, akkor meg nyilvánvalóan tovább működtetjük mi. Parancsoljon, Veres képviselő úr. Még egy problémával szembesülhetünk a beszámolónál. A Kattani Partner Kft. Ugye vállalta, hogy a szerződés végéig, vagyis december 31-ig a Szentgróti Víz és Fürdő Kft. Alkalmazottjait alkalmazza, és most a szezon lejártával viszont ha jól tudom, a pénztárost már nem kívánja alkalmazni, tehát ő neki a bérét nem is kapta már meg. Tehát, hogy ebben a problémával hogyan tudunk majd megbírkozni. Tudom, hogy van valamilyen pénzügyi biztosíték, 5 millió forint a Kattani részéről, de hogyan jutunk majd hozzá? Ez lenne a kérdésem. Tehát hogyan lesz kifizetve a pénztárosnak a bére? Köszönöm. Köszönöm szépen. Szerintem munkajogi dolgokban most nem képviselőülés kereteiben kellene foglalkozni, de egyébként nekem teljesen mások az információim. Ugye a bérlő, aki kivette az egészet, hogy alvállalkozóként foglalkoztatja a Szentgróti Víz és Fürdő Kft-t. A Szentgróti Víz és Fürdő Kft-nek az alkalmazottja a pénztáros, akit nyilvánvalóan, mivel nem nincs nyitva a fürdő, akkor ilyen erőben nincs is szükség pénztárosra, hogy felajánlottak neki munkát Egerszegen, amit nem tudom, munkajogi szempontból elfogad vagy nem fogad el, de továbbra is a Szentgróti Víz és Fürdő Kft-nek az alkalmazottja marad, az nem a bérlőnek az alkalmazottja volt. A Szentgróti Víz és Fürdő Kft-nek van egy ügyvezetője, aki munkajogi dolgokba eljár. Én szerintem a Szentgróti Víz és Fürdő Kft-nek az ügyvezetője tud dönteni ebben a kérdésben. Parancsoljon Beke Adlogelmester úr. Köszönöm a szót, polgármester úr. Térjünk még vissza ez a fürdőnek a közbeszerzés elindításához. Egy ilyen nagyon nyomatékos kérésem lenne, hogy mivel ennek a közbeszerzési eljárásnak a kimenetét én nagyon hiszem és remélem, hogy december 31-ig eredményesen le tudjuk folytatni, és azt is tudom, hogy a műszaknak nagyon sok a feladata, de párzamosan legyen a fiókban egy B-terv. Tehát, hogy mi van akkor, hogyha a közbeszerzés. Tehát, és erre készüljünk fel, tehát itt akkor legyen nekünk itten olyan számadatok, adatok, hogy mi van akkor, hogyha a közbeszerzéssel, valami oknál fogva nem tudjuk, hogy ne megint az történjen, mint a fürdőnek az eddigi története során, hogy majd valamikor márciusban, áprilisban kapkodunk, hogy hogyan, merre tovább. Köszönöm. Köszönöm szépen, igen, ez valóban nagyon fontos, B-tervekkel tele már a padlás, hiszen nagyon sok van, de teljesen mértékben igazán a polgármester úrnak valóban fel kell készülni rá, hiszen az is előfordulhat, hogy nem jelentkezik senki, továbbiakban kell, az is előfordulhat, hogy nagyon kedvezőtlen, lehet, hogy öten lesznek, és nekünk kell válogatni közöttük, hogy ki mennyi pénzt ad az alapján, de nyilvánvalóan erre fel kell készülni. Köszönöm szépen a hozzászólását. Gerencsér képviselő úr, parancsoljon. Köszönöm szépen a szót. Én úgy gondolom, hogy ez az év, ami mögöttünk van, illetve még egy-két hónap van előttünk, az olyan tapasztalati dolgokra világított rá bennünket, hogy is lehet üzemeltetni. Tehát az biztos, hogy elmondhatjuk, hogy vesztenivalónk nem volt rajta, tehát nem vesztettünk rajta, hogy nyertünk el, vagy sem, én úgy gondolom, hogy ha magában az üzemeltetésben nagyon nagy előrelépés nem történt, de sok olyan munkaerő szabadult föl, amit mi nekünk kellett a városnak megoldani és vezényelni, akiket máshol tudtunk alkalmazni, és én úgy gondolom, hogy ha haszon oldalán ezt nézhetjük, akkor ez mehet.
A másik dolog a tapasztalati számok, hogy ezt a fürdőt az, ami nekünk a költségeket vitte, ez a Kft. Bebizonyította, hogy ezt 10%-on lehet működtetni, tehát 10%-ra lehet a költségeket leszorítani. Na most ez egy tapasztalati szám, tudjuk, hogy ez így is működhet, tehát ha jövőben esetleg nekünk kéne ez működni, akkor tudjuk, hogy megy ez. Abban az esetben, hogyha Kólának a teljesítménye ezen a szinten marad, ha nő, akkor pedig ez még előrébb fog menni. Most azért itt nem tudunk belemenni a részletekben, és nem is akarunk, de ahhoz, hogy ezt ilyen számra le tudják hozni, vagy le tudták hozni, oda olyan szakemberek kellettek, hogy azt a hőt olyan szinten tudja befogadni. Na most az országban nagyon kevés szakember van, aki ezekhez a rendszerekhez ért. Ők éppen ezt megtalálták, mert ezt több helyen üzemeltetik, ezért tudták, gondolom én, ők megvalósítani, és mellé párosult a Kólának a teljesítmény növelése. Na most, ha megmaradna ez nekünk, és esetleg nem lesz, és én félek attól, hogy ez fog bekövetkezni, tehát nem az lesz, hogy itt 5-6 vállalkozó közül kell kiválasztanunk, és ahogy a polgármester elmondta, azzal én is egyetértek, hogy ha nem lesz olyan lehetőség, akkor azt mondjuk, hogy érvénytelen a pályázat, de legalább megpróbáltuk. Az is egyértelmű, gondolom, valamennyünk számára, hogy azt a kiskaput meg kell hagyni, hogyha esetleg értékesíteni tudjuk, és egy olyan vállalkozóval tudunk szerződést kötni jövőre, vagy 3-4-5 év múlva, akkor ezt tudjuk megtenni még az mellett is, hogyha ezt 10 évre kiadtuk. És hát azt kell eldöntenünk nekünk, hogyha mi akarjuk üzemeltetni, akkor ugye nem kell a második pontot megszavaznunk, de hogyha azt... De annak nincs értelme, hogy egy évet kössünk, hanem egy hosszabb távon kell, mert egy évre senki nem fog fejleszteni, beruházni. Én úgy gondolom, hogy megszavazhatjuk a másik pontot is, és én úgy érzem, hogy az elmúlt év az a tapasztalatok szempontjából hasznos volt nekünk mindannyiunknak, és hát megszavazhatjuk, hisz ha nem találunk olyat, aki ezt a strandot úgy tudja üzemeltetni, ahogy elvárnánk tőle, akkor még vissza tudunk lépni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. További kérdések, észrevételek. Nem látok, ugye, hogy akkor a határozati javaslatokról egyenként szavazzuk. Az első határozati javaslat, ugye ez a Szentgyörgy és Víz és Fürdő Kft. Ügyvezetőjének a fürdő működésével kapcsolatos beszámolójáról szól, az elfogadásáról kérem szavazzunk. Köszönöm szépen, 8 igen, nem is tartózkodás nélkül egyhangulag elfogadtuk. A kettes számú határozati javaslat az arról szól, hogy közben 10 éves üzemeltetésre közbeszerzési eljárást indít, közbeszerzési eljárás lefolytatásával az ALD projekt Kft.-t bízza meg bruttó 480.000 forintért, a fedezetét 2016 évi költségvetés dologi kiadásának terhére biztosítja. Kérem, szavazzunk erről a határozati javaslatról. Köszönöm szépen, Gerencsér képviselő parancsol. Köszönöm, 7 igennel, 1 nemmel elfogadtuk. A 3-as számú határozatjavaslat pedig arról szól, hogy az 1-es számú melléklet szerint a közbeszerzési eljárás felelősségi rendjét fogadjuk el. Szavazzunk. Köszönöm szépen. 7 igennel, 1 nemmel elfogadtuk. 6-os számú napirendi pont, megállapodás megkötése Tekerőség önkormányzatával temetői szolgáltatás nyújtására. Gazdaság és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolta, és az egész előterjesztés arról szól, amit a címben van, tehát ez a temetői szolgáltatás nyújtására határozati javaslat úgy szól, hogy ezt megkötjük Zekenye községgel. Kérdés észrevétel nincsen, kérem szavazzunk határozati javaslatról. Köszönöm szépen. 8 igennel, nem is tartózkodás nélkül egyhangulag elfogadtuk. 7-es számú napirendi pont, Zalaszentgyörgyvárosi önkormányzat törzskönyvi adatainak módosítása. Láthatják, hogy 4939-es távolszám alatt egyéb szárazföldi személyszállítást, ami bekerül a törzskönyvünkbe. Kérdés észrevétel. Mennyi még nincsen, kérem szavazzunk határozati javaslatról. Köszönöm szépen.
8 igennel nem is tartózkodás nélkül egy hangon elfogadtuk. 8-es számú napi rendi pont, döntés családsegítés gyermekvédelmi központ fenntartásáról. Hogy olvashatták az előterjesztésbe, egy törvénymódosítás alapján 2017. január 1-től család- és gyermekjóléti központ csak a járásszékhely települési önkormányzat fenntartásában működhet, és ez Zalaszentgerót város járásszékhely. Így a jelzett határideig a jelenlegi társadalási fenntartásban működő család- és gyermekjóléti központoknak át kell alakulnia oly módon, hogy a család- és gyermekjóléti központok fenntartása kötelezett járásszékhely települési önkormányzatok fenntartásába kerüljön, és határozati javaslat is erről szól, hogy a gyermekjóléti központ részéről a járásszékhely települések önkormányzatai számára kötelezően biztosított család- és gyermekjóléti központ feladatait 2017. január 1-i hatállyal kiszervezi a Zalaszentgeróti Gazdasági Ellátó Szervezethez, annak szakmailag önálló szervezeti egységét oly módon, hogy a család- és gyermekjóléti szolgálathoz kapcsolódó feladatokra feladatellátási szerződést köt az Zalaszentgerót és környező települések intézmény fenntartó társulásával. Ez sokkal bonyolultabbnak tűnik, és egyébként jogilag talán az is, de itt az a legfontosabb, hiszen nagyon sok mindent lehetett hallani itt az elmúlt időszakban, itt a gyermekvédelemmel kapcsolatban. Az a lényeg, hogy jól működjön továbbra is, megfelelő szakmai szinten, és ennek a jogi hátterét biztosítjuk, és itt tudunk megfelelni mind a törvényi kötelezettségünknek, mind pedig itt az intézményfenntartó társulással való kapcsolattartása, hogy így szervezzük meg ezt az egészet. A pénzügyi és ügyrendi bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta, és Becker László alpolgármester úr jelentkezett hozzászólásra. Parancsoljon a polgármester. Köszönöm a szót, polgármester úr. Azt gondolom, hogy ez a napi rendi pontban foglaltak megint lehetőséget teremt Zalaszentgerót városára arra, hogy a járási szerepét, a járási székhely szerepét ráerősítsen. Nagyon sok alternatívája nem volt a városnak, hogy hova szervezze ki ezt a gyerekjóléti központot, így kerülhetett a GESZ kebelébe. Az én tudomásom szerint ez egy elég tisztességes pénz is jár ennek a létre, hát elfogadható összeg van annak a létrehozására, működtetésére, de mindenképpen meg tud vele erősödni, amiért én most a szót kértem, hogy mindenképpen meg tud vele kicsit erősödni megint a GESZ. 2 millió valamennyi. 2 millió valamennyi. Pénz. Jó. Tehát valamennyire meg tud erősödni a GESZ, amit megint fontosnak tartom, hiszen a jövőben a GESZ feladatai valamilyen mértékben szűkülni fognak, hiszen az oktatási intézményeknek a működtetése elkerül, és az is, hogy az a Batthyány utcai épület még jobban megerősödik ezzel, annak a kihasználása, fontossága, stb. Tehát én mindenképpen támogatólag tudom a határozati javaslatot elfogadni. Köszönöm. Köszönöm szépen, Takács Tibor úr. Parancsoljon. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen a polgármesternek, hogy támogatni tudja, hogy hozzánk kerüljön ez a központ. Valóban ez a legegyszerűbb megoldás egyébként, hogy önálló, vagy leválasztásra kerüljön a jelenlegi szervezettől a központ. Ez 3,5 fő státuszt jelent pluszban nálunk, ennél sajnos egyébként többet fog elvinni majd a közoktatási feladatok elvétele vagy leépítése, átadása a Zalaegerszegi Tankerület részére. Mindemellett először mi is nagyon örültünk és abban a hitben éltünk, hogy ez plusz bevételt jelent majd a nagy kalapban, de sajnos az előzetes számítások azt mutatják, hogy míg a 3 feladat ellátásnál rugalmasabban lehetett kezelni az adott előirányzatokat, össze lehetett kötni bizonyos feladatokat, egyszerűbben kijött maga a családsegítő és gyermekjóléti szolgálata az állami támogatásokból. Most csak a szolgálatra az állami támogatás olyan -2 millió, 2,5 millió forintot mutat a mai nap állása szerint, hogyha ezt el akarjuk látni, már pedig el kell látnunk, hiszen kötelező feladat lesz a járásszékhely részére. Sajnos a mai nap állása szerint ezt mutatja. Köszönöm. Köszönöm szépen. A polgármester parancsoljon. Köszönöm a szót. De ez megint majd alkú tárgya lesz a környékbeli településekhez, hogy hogyan hozzájárulhatnak. Törvények nem járulhat hozzá? És maga a létrehozásához se kaptok fizik...
akkor nem egyforma az információk. Köszönöm. Köszönöm. Parancsoljon, Gerencsér képviselő úr, parancsoljon. Igen, köszönöm szépen. Tehát itt elhangzott több olyan fogalom, hogy járási feladatokat látunk el, és ezzel megerősödik a város, de hozzáteszem, és azt nem értem, hogy vannak feladatok, amik innét elkerülnek, olyanok is, ami nem annyira járás, és ha valami járási szintű feladat, akkor ez is. Tehát nem tudom, hogy gondolom, hogy a törvényi rendelkezések így határozták meg, hogy ezt a városnak kell ellátni. Pedig így első nekifutásra úgy gondolnám, hogy ez inkább talán a járási hivatalhoz tartozna. De hát ezt lehet, hogy csak első hallásra van, így köszönöm. Igen, jó lenne, hogy tényleg hosszú évek után már egy kiszámítható jogi környezet legyen itt a közigazgatásban, és egy hosszú távra tudjunk tervezni. Én már nagyon örülnék neki, hogy ezek a változások végre beállnának, mert itt már egyetlen egy biztos pont van, az pedig, hogy változik mindig folyamatosan, és így elég nehéz dolgozni, de hát bízom benne, hogy valamikor véget ér, és akkor tervezetten lehet továbbiakban dolgozni. Több kérdés észrevételt nem látom, kérem, hogy a határozati javaslatról szavazzunk. Köszönöm szépen. 8 igennel nem is tartózkodás nélkül egyhangúan elfogadtuk. 9-es számú napirendi pont elővásárlási jogról való döntések. Láthatják, az előterjesztésben 3 döntésről lenne szó. Az elsőnél egy 5379 négyzetméter nagyságú rétművelési ágú 5 területről Natura 2000-es. Második esetben egy garázsról lenne szó, a katai lakótelepi garázsról, ugye egy garázssor van. Én úgy gondolom, hogy ott ne szóljunk be a tulajdon adásvételében, szóval mindenkinek joga van ott. A harmadik esetben pedig szintén egy legelő árok művelési ágú, több mint 6 hektáros területnek a 1147 per 10624 részéről van szó, ez 700 ezer forint értékben, 53 aranykoronás, és úgy döntött a Gazdaság és Városfejlesztési Bizottság is, hogy ne éljünk az elővásárlási jogunkkal, hogy eddig sem éltünk, piacba ne avatkozzunk bele, hiszen nem is olyan jó árban vannak ezek, vagy tehát ami feltétlenül megérné nekünk. Kérdés észrevétel? Nem látok, akkor kezdjük egyenként határozati javaslatok. Egyes határozati javaslat. Köszönöm szépen. 8 igennel nem is tartózkodás nélkül egyhangulag elfogadtuk. Második nap határozati javaslat. Köszönöm szépen. 8 igennel nem is tartózkodás nélkül egyhangulag elfogadtuk, és a harmadik határozati javaslatra is szavazzunk. Köszönöm szépen. 8 igennel nem is tartózkodás nélkül egyhangulag elfogadtuk. Zárt ülést tárgyalunk. Első lakáshoz jutók támogatása beérkezett pályázat elbírálása. A zárt ülésen történő határozati javaslat, elfogadott határozati javaslatot kihirdetném. Zalszengrodváros önkormányzat a 400 ezer forint összegű 10 éven belül havi egyelő részletekben kamatmentes visszatérítendő támogatásban részesíti Takács Dávid és Takács Bernadett zalaszengrodi lakosokat. Köszönöm szépen, és akkor folytatódna a nyilvános testületi ülés. 11-es napi rendi pont egyebekbe kérdés észrevétel. Jelezném az októberbe tervezett szabadságomat a későbbiek során veszem igényben. Nem látok hozzászólót. Köszönöm szépen. És 12-es pedig kérdések, interpellációk, ez pedig nem érkezett be az önkormányzathoz. Köszönöm szépen minden képviselőnek a gyors munkát, hiszen ez bizottságüléseken áttárgyaltuk, és ott is el szoktam mondani, hogy a munka része az ugye a bizottságüléseken zajlik le, itt pedig akik nem vesznek részt ott, akkor beszéljük meg, és köszönöm a közös önkormányzati hivatalnak is, és mindenkinek további szép estét kívánok.